Üdvözlöm Önöket! Eltelt egy hét, remélem már várták a mai csörtét. A DK által szervezett ellenállás napján történt atrocitásokról beszélgetünk kicsit, nem mellesleg a tetlegességig fajuló történésekről is. Az MSZP kibontakozóban lévő ügyét is szóba hozzuk, Hiszékeny Dezsőről van szó, és azokról a milliókról, amik önkormányzati ingatlanokért csúsztak volna a zsebébe a hírek szerint. Reméljük lesz idő a budapesti zsidóvezető Svezov Dávidra, aki egy felettébb színes egyéniség, de beszélünk a szocialisták által gründolt Deák körről is. Vendégeink ma tehát újra Szakonyi Péter, a napi.hu szerkesztője, és Boros Tamás, a Policy Solutions igazgatója. A másik oldalon pedig, ahogy már megszokhatták, Gajdics Otto, a Lánchíd Rádió főszerkesztője, és Géfodor Gábor, a Századvég stratégiai igazgatója. Köszöntelek benneteket újra a műsorban. Gulyás Márton az ellen tiltakozott az úgynevezett ellenállás napján, hogy a DK és az MSZP cigányozós politizálásba kezdett, és hiányolta a baloldali megoldásokat. Hogy azok mik volnának, arra már nem tért ki, a rendőrség nyomoz. A rendezvényen történtekkel kapcsolatosan a budapesti rendőrfőkapitányság 5. kerületi rendőrkapitánysága karázsaság miatt indított nyomozást ismeretlen tettes ellen. Jelenleg az ügyben folynak az adatgyűjtések. Ne finomkodjunk, emberek! Hát azért ez rengeteg kérdést vet fel, tehát ez a néhány másodperc szerintem még jó néhány hétig ad nekünk muníciót arra, hogy beszélgessünk közéleti ügyekről. Én nekem személyes olvasatomban van egy ilyen kérdésem, hogy konkrétan Gréci Zsoltnak és Gyurcsány Ferencnek a felelőssége egy ilyen helyzet kialakulásában mennyire vehető elő? Én hogy kezdjem azzal, hogy én visítozva röhögtem. Tehát ez, ami ott történt, az tényleg úgy foglalata mindannak, ami ellen gyakorlatilag én a magam kis szerény eszközeivel közel egy éve küzdök. Ez a Gulyás jelenség, aki most már nyíltan, vállaltan, bemondva mindenféle csatornán a televízióba provokatőr. Na most ez a provokatőr eleddig inkább a jobboldaliakat provokálta, semmilyen atrocitást nem érte. Egyszer bemegy a DK-s közegbe, a DK-s kemény magba, és ott agyba főbe verik, és széttépik a kis demonstratív plakátját, és még meg is rugdossák. Szóval ez valami olyan történet, amin jót lehetne nevetni, jó ízűen lehetne kacagni, ha egyébként nem vetne fel borzalmas következtetéseket is. És kérdésedre konkrétan visszatérve, éppen itt van a probléma. Abban van a probléma, hogy még ebben a műsorban is vitatkoztunk, és Péter Tamás próbált bennünket lebeszélni arról, amikor azt mondtuk, hogy Gyurcsány legalább annyira, hanem jobban szélsőséges, mint azok, akiket ő szélsőségesnek tart. És ez a kétféle szélsőség gyakorlatilag igazán sokban nem különbözik egymástól. Most is azt láttuk, hogy elvakult, eltorzult arcú, egyébként jobbsors érdemes polgárok, pusztán azért, mert valaki a véleményét kifejezi egy táblán, nekiesnek, és mint az állatok elkezdenek vele szemben agresszívan föllépni. És pont egy olyan pártnak a gyűlésén, amelyik egyébként demokrataként fogalmazza meg saját magát. Ők a legdemokratábbak a földön, ezt ne felejtsük el. Na most emlékezzünk csak vissza, amikor Gaudi Nagy Tamás által fölhergelt köbdösős öregasszonyokról volt szó. Azok, ha megnézzük, egymás mellé tesszük a két képet, semmiben nem különböznek egymástól. Összeért ez a kétféle szélsőség, és nagyon rossz fényt vet az egész magyarországi politikumra az, hogy annak a Gyurcsánynak a rendezvényén történik mindez, aki meghirdette, hogy foggal, körömmel, tűzzel, vassal mindent meg fog tenni, hogy az általa gyűlölt Orbán rezsimet még idő előtt, mielőtt lejárna a mandátuma, elzavarja a francba, ahogy ő fogalmazott, és most már a hírek szerint gárda is szerveződik, ami a hasonló jeleneteket mindennapossá fogja tenni a magyar politikai életben. Úgyhogy igaza van Horn Gábornak, amikor azt mondta, sürgősen karanténba kellene zárni ezt az embert. Egy picit azért, hadd korrigáljálak, Otto, ez a fiatal ember, akivel teljesen egyetértek, hogy provokatőr, főállású provokatőrnek lehet őt nevezni, azért nem csak jobboldali rendezvények ellen tiltakozott, hiszen ha emlékszünk, egyszer a holokauszt megemlékezések ellen, egyszer pedig egy Markó Iván balett. De az államtitkárt macerálta, nem a megemlékezőket. De igazából az ünnepség
hangvételt, és tönkretette egy balett előadás bemutatóját is, Markó Iván társulatának előadását is. Mondjuk annak is tudjuk, hogy belerondított, hogy így fejezem ki. Azért volt annak is politikai üzenete, elég keményen, azt gondolom. Igazándiból azok a problémák, tehát az a ebben a történetben az érdekes vagy különleges, hogy azok a problémák, amik ellen ő a sajátos idézőjelben, sajátos módszereivel tiltakozik, azok valóban problémák. Ahogyan csinálja, az viszont botrányos, és azt gondolom, hogy ebben nem tudom, hogy ki érdekét szolgálja, de hogy a baloldal érdekét nem szolgálja, az biztos. Szerintem, ha már provokatőről vagy azsan provokatőről beszélünk, mert ezt se tudjuk, hogy melyikről van szó, tehát hogy beépített, jobb, bal, szélsőséges, tök mindegy, hogy minek nevezzük. A lényeg az, hogy ő maga előtérbe kerüljön, ő meghívják a televíziótársaságokba, képernyőröket. Ki is mondta itt a Hír TV-ben. Így van. Kérem szépen, benne vagyok a tévében, ezt mondta itt. Így van, tehát én nem mennék azért olyan messze, hogy... Mondjuk, hogyha abból indulunk ki, hogy bevallottan a norvég civil alappénzeiből kap többek között ő is fizetést, és innen fordítanak mondjuk például kormányellenes vagy Lázár János ellenes tüntetésekre pénzeket, akkor, és ha tudjuk azt, hogy milyen reláció van ma mondjuk a norvég alappénze és a magyar kormány között, akkor elég nehéz volna megvádolni azzal, hogy nem kéne ezt belekeverni, mert nem de erre adott... Ugyanúgy benne nem, van az összefüggés. De nem erre adott a norvég alappénz, bocsáss meg, Tamás. Igen. Szóval, hogy szerintem pont ez az akció teljesen más bizonyít. Az bizonyítja, hogy amiről itt sokat beszéltünk, hogy ezek akár a norvég alapnak a különböző civiljei, akár maga Gulyás Márton valamilyen politikai célt szolgál, vagy egyébként valamiben hisz és amellett dolgozik. Ez az akció szerintem azt mutatta, hogy ő nem politikai célokat szolgált. Tehát amikor valaki kormányellenes tüntetést szervez, vagy mondjuk valamilyen kormány cél ellen felszólal, akkor pont Gulyás Márta mutatja meg, hogy nem azt szeretné egyébként, hogy jöjjön a baloldal, vagy jöjjön Gyurcsány, vagy jöjjön Mesterházi, vagy jöjjön Tóbiás József. Szerintem itt van egy civil szervezet. Ennek esetleg jöjjön ő? Hát ő nyilván nem fog jönni, mert ő egy honnan civil tudjuk? Szervezetnek a vezetője, semmilyen társadalmi támogatottsága nincs. Szerintem itt arról van szó, szóval van egy civil szervezet, amelyik valamilyen értékeket képvisel. Ezzel lehet egyetérteni, nem egyetérteni. De mit szokta egyébként, te mint politológus nyilván tudod, hogy mondjuk egy személyiség esetleg így építi fel magát a politikai palettára, nem? Tehát, hogy elindul valahonnan, megjelenik, van ilyen, nem tudom elképzelni, hogy létezik Magyarországon 15 ezer embernél több, aki mondjuk Gulyás Mártonra szavaz, de hogy az egy létező társadalmi csoport. Egyébként szerintem nagyon sokszor borzasztó rossz módon, de nagyon normális célokért küzd. Ez van ez a kultúrterrorista, mint kifejezés, az arról szól, hogy van egy célja, bizonyos értékeket képvisel, és ezt egy nagyon provokatív módon csinálja. El lehet ítélni, csak szerintem ebben mögött kár politikai célokat figyelni. Itt értékrendbeli célok vannak. Pont ez a mutatja, tehát amikor a baloldalnak a tüntetését is szétveri, pont ez mutatja, hogy ő nem baloldalba, vagy jobboldalba, vagy kormányba, vagy ellenzékbe gondolkozik, hanem neki van egy elképzelés, és ezt megpróbálja megvalósítani. Vitatnám ezt az álláspontot, szerintem ez politikai célkitűzés, még akkor is, ha nem látszik egy nagy terv, hogy mifelé irányul. Én azt látom, hogy a baloldalon ma különböző szélsőséges irányzatok vetekednek egymással. Gyurcsány ugyanúgy szélsőséges, egyetértek Ottóval, erről beszéltünk a múlt héten is, vonába vonábnál összeér a két szélsőség, de ne feledjük el, hogy a Gulyás Márton által képviselt irányi szélsőség nem áll mögötte társadalmi támogatottság, választópolgárok akarata, valamilyen homályos értékek, célok, tiltakozás, akármilyen provokációs ügy nevében lép fel. Ez ugyanolyan szélsőség. És ha egyel lépjünk hátrébb, hogy próbáljuk megérteni, hogy mi ez a jelenség. Én azt gondolom, mindaddig ez lesz a baloldalon, ez a hangulat, ez a orientáció nélküliség, irányvesztettség, amíg az a helyzet, hogy a baloldalon van három nagyjából egyenlő súlyú politikai alakulat, és nincsen egy olyan karizmatikus személy, aki meg tudja fogalmazni, hogy mit akar ma a baloldal, merre kell mennie. Van egy tibeti közmondás, ha az erdőben nincs tigris, a majom lesz a király. Egyelőre ez történik a baloldalon, hogy önjelölt politikai vezetők küzdenek egymással, anélkül, hogy meg tudnák fogalmazni, hogy merre menjen a baloldal. Kísérletek vannak, rendpártiság, forduljunk a nem tudom mifelé, forduljunk a európai baloldaliság felé, különböző irányok vannak, de senki nem tud ennek formát adni. És még egy, csak arra szeretnék reagálni még egyszer, amit a Tamás mondott,
hogy nehogy azt higgyük, hogy Gulyás Márton kilóg ebből a körből. Gulyás Márton lehet, hogy monológikus szereplő, egyedül van, úgy tűnik, de ő is egy irány ezen a katyvaszon belül, amit szélsőséges irányok elképeznek. De ez nem irány, már ne haragjál, ez nem irány, ez egy szerepzavarral küzdő embernek de, a megjelenése. Régen ezt anarchistának hívták. Oké, csak ne abból induljunk ki, hogy mit csinál a Gulyás Márton, hanem mit írt fel a zászlajára. Azt írta fel a zászlajára, hogy ne cigányozzatok, baloldali megoldás kell. Ez egy politikai jelszó vagy hívószó. Azt mondja, én úgy tekintek a politikára, hogy annak nem az a célja, azon kívül, hogy társadalmat, gazdaságot megváltoztassa, vagy valamilyen irányba vigye, hogy egyébként hatalomra is törekszik. Tehát, hogy szerintem addig ő nem politikai szereplő, és nem politikát szeretne, amíg ő ezt nem hatalomból, Tamás, nézd meg, az együtt 2014 hányféle formációból jött össze? Miért ne lehetne a Krétakör is az egyik tagja? De ott valóban politikusok indultak, akik úgy politikusok csináltak, mint a civilek lennének. Tamás, ne felejtsünk el, egy momentumot ne felejtsünk el. A Gyurcsány a Grécin keresztül megvádolta Gulyás Mártont azzal, hogy valóban beépített provokatőr, méghozzá az Együtt PM küldte a DK-sokkal szemben. Nézzünk egy kicsit mögé ennek a vádnak. Ugyanis már többször elmondtuk, szerintem ebben a műsorban is elhangzott, hogy Gulyás Márton, Gyurcsány és Bajnai, ez egy bagázs. Méghozzá úgy egy bagázs, hogy Gulyás Márton annak a humán platformnak a képviselőjeként tüntet, amelyik humán platform gyakorlatilag a balliberális értelmiség gyűjtőhelye, annak a balliberális értelmiségnek, amelyik a Gyurcsány pártnak is, meg a Bajnai pártnak is az ideológiai muníciót szolgáltatja. Ez a Gulyás Márton, ez az ő emberük. És gyakorlatilag én azt látom, hogy Gyurcsány Ferenc hiszterizálni akarja a magyar közéletet, ehhez neki semmi nem drága, még az sem, hogy a saját kemény magja, a felhergelt, feltüzelt bunkó prolik, neki esnek a Gulyás Mártonnak, mert ebben a zavarosban kitűnő halász. Ha ez elfogadottá válik a magyar közéletben, hogy itt ütni-verni lehet egymást, szobrokat lehet ledönteni, köpködni lehet, bármit lehet csinálni, csak azért, mert a másiknak más a véleménye, na ez kell a Gyurcsánynak. Szerintem. És a Gulyás Márton ezt szolgálja, szerintem vagy őt használják. Érdemes volna megkülönböztetni azt, hogy a politikus mit csinál, és egyébként a tömegben mi történik. Tehát, hogy ezzel az erővel minden alkalommal, amikor mondjuk fideszes szimpatizánsok leköpték a volt miniszterelnököt, vagy éppen most elindult egy eljárás, mert valamelyik bírósági beszélgetés előtt, vagy tárgyalás előtt valaki erősen hátba verte Gyurcsány Ferencet, és egyébként a rendőrség el is indította miatt egy eljárást. Emlékszünk, 2006 és mondjuk 2010 között minden nap arról szólt a Hír TV, de más TV is, hogy egyébként Gyurcsány Ferencet milyen atrocitások érték. És nem gondolom azt, hogy ez egyébként amiatt lett volna, hogy éppen Orbán Viktor mit mondott. Valóban van a társadalomban sajnos egy ilyen radikalizmus, de ez nem attól függ. Tehát ettől még a politikus maga az nem radikális, és ettől szerintem a DK nem egy radikális párt. Szűk szekta, azzal egyetértek, és egyébként éppen ezért azt gondolom, hogy amikor azt mondjátok, hogy a balliberális értelmiség az egy gárda, és igazából ezeket mind támogatja, akkor azt gondolom, hogy nagyon kevesen támogatják mondjuk a Gyurcsány Ferencet és demokratikus koalíciót a baloldali vagy liberális értelmiséget. Tamás, pont ebben van egy hatalmas harc, vagy szólt erről mondjuk de különbséget kell tenni, hogy itt viták vannak, és hogy ez igen, nem Orbán pártiak, de nagyon sok ideológiai és egyébként személyi különbség is van. De azért különbséget kell tenni a között, hogyha mondjuk valaki ellen tüntetnek, tehát van valamilyen protest hangulat, vagy pedig valakit megvernek konkrétan. Attól függetlenül, hogy ő politikus, igen, vagy politikus szeretne volt lenni. Volt miniszterelnök leköpése, vagy megütése, vagy Demszky Gábor tojással való megdobálása, az nem tüntetés. Tehát a tüntetés az igen, hogyha táblákkal felvonulunk, ami teljesen legitim. Azt gondolom, hogy ennek nem kellett volna az előző időszakban sem tetlegességig fajulni. Ugyanezt láthatjuk most is, indulatokon. Erről mint ugyanúgy elmondhatom, hogy szélsőségesek, nem? Ilyen, igen, azt gondolom, hogy nyilván mindenki, aki ebbe tetlegességet visz, az oldalt a függetlenül. Szerintem van egy lényeges különbség. Az előző adás végén arról akartatok beszélni, Sezták Miklós kapcsán, hogy háború dúl a Fideszen belül. Hát nem ez a legnyilvánvalóbb példája annak, hogy háború dúl a baloldalon belül? Egymással háborúznak. De a Gulyás Márton bemegy az övéi közé háborúzni. És még egy dolgot, szerintem Gyurcsány nagyon is radikális, és egy nagyon is okosan, világosan felismert politikai stratégiát követ. Ő a legelutasítottabb politikus Magyarországon. Úgy lehet politikai ereje, hogyha tovább radikalizálja a DK-t.
ez egy szerintem nagyon világos, nagyon egyszerű politikai felismerés, ami nem ostobaságon alapul. Tulajdonképpen meg lehet csinálni a baloldali Jobbikot. Ez szerintem egy vállalható politikai cél lehet az ő nézőpontjából. Ezért azt gondolom, hogyha néven nevezzük, hogy mi történik, akkor közelebb jutunk az egyik politikai szereplő céljainak a megértéséhez. És még egy dolog, hát Gulyás Márton annál is inkább politikai szereplő, hiszen a baloldalnak az a természete, hogy ott az értelmiségi is politikai szereplő. Gondoljatok bele, Konrád György ír arról, hogy független, autonóm értelmiségiek tanácsának kellene irányítani a politikát. Hát arról van szó, hogy a liberális értelmiségi úgy gondolja, hogy ő látja, hogy merre mennek a dolgok, mit kellene tenni, és meg akarja határozni. De ebben tévedésben vannak, tehát én azért gondolom. De ettől még politikai tényező. Hát emlékezzetek vissza, hogy Heller Ágnesét követelték vissza az összefogás. Igen, Gábor, de nem mindegy, hogy befolyásolni akarod a politikát, mert van egy véleményed, vagy pedig politikai szerepre törsz. És szerintem ebben van a lényeges különbség, hogy Heller Ágnes, tehát onnantól kezdve politikus Heller Ágnes vagy Konrád György, hogyha elindul képviselőként, és bentről szeretné hát formálni a politikát. Gondoljuk ezt mi, de az ő felfogásuk szerint, és a baloldal hosszú időszakában ez nem így volt. A háttérből, a függöny mögül igenis meghatározta politikai irányokat, felfogásokat, ízléseket, még akkor is, ha személyes politikai felelősséget nem vállaltak. Szerintem ez az ezt irány... Ezt jól látjuk az összefogás esetén, amikor konkrétan fölléptek. Azt nem nevezett politikai tettnek, amikor az értelmiség befolyásolja a pártok vezetőit, hogy kivel fogjanak össze, kit állítsanak az érre, hogyan politizáljanak? Szerintem egy téves szerepfelfogás és rossz dolgokhoz vezet, de itt szerintem inkább a politikusnak van az a felelőssége, hogy köszönettel meghallgatja, mint ahogy egy tanácsadót meghallgat. Nyilván mindenütt vannak politikai tanácsadók, van, aki az értelmiség véleményét kéri ki, van, aki politikai elemzők véleményét, majd pedig ettől teljesen függetlenül dönt. Tamás, ebben tehát, az egyában mi egyetértünk, csak Magyarországon nem ez zajlik. Jó, csak én azt gondolom, hogy amikor Gulyás Márton fellép, akkor nem kéne azt gondolni, hogy ő valamilyen párt érdekében lép föl, tehát hogy ő az MSZP-t, vagy az Együtt PM-et, vagy a DK-t, vagy az úgy hívták ezt régen, hogy hasznos idióta. Tehát, hogy nem a DK érdekében lép föl, akkor őt használja a DK. Hasznos idióta. Az, hogy ki használja, szerintem ez a kérdés, mert egy dolog, ebből a sok-sok beszédből és az elmúlt napok sok-sok beszédjéből azt gondolom, hogy egy dolog leszűrődött. Mégpedig az, hogy ezzel a fellépéssel ő a baloldalt járatja le. Akárhogy is nézzük, és nem segíti a baloldal egyik irányát sem, hanem azt mondja, ezek ilyenek, ezek olyanok, akik oda mennek a tüntetésre és megzavarják azt, és ezek azok is, akik ezt megverik. És tehát, ugye, egy nem ezért kritizálom. Világos, csak itt azt kell, szerintem azt kellene látni, hogy itt ez a fellépés csak a baloldal kárára van, és mi a teljes spektrum kárára. Tehát nem lehet azt mondani, szerintem veletek ellentétben, hogy itt most a Gyurcsány győzedelmeskedik, mert ő radikalizálja ezt, tehát ő jön ki győztesként ebből a meccsből. Kérdezhetek egyet, Péter, hogy mi az, amivel a baloldal le tudja magát járatni, hogy azzal provokálják a baloldalt, hogy oda megy egy Gulyás Márton, akit úgy érzi a tisztelt tömeg, hogy meg kell, hogy üssön. Tehát a tisztelt tömeg úgy is viselkedhet, hogy ő nem üti meg ezt az embert, nem vesz róla tudomást, mint ahogy Gréci Zsolt például ugye azzal a mondandóval is jött, hogy ott volt Setét Jenő Brada nevű cigányjogi aktivista, akire azt mondta, hogy lám, úgy is lehet tiltakozni, hogy ő tette, őt semmi atrocitás nem érte rá, 12 másodpercre jött tőle a válasz, hogy őt még annyi atrocitás nem érte ezen a DK-s összejövetelen, mint bármilyen jobbikos összejövetelen. Ez jó kérdés. Többféleképpen lehet lejáratni egy pártot, egy politikai mozgalmat, vagy egy politikai vezetőt. Ők akarják lejáratni? Pillanat, hagyj fejezem be. Ennek az lejáratásnak egyik módja az, vagy lejáratódásnak az, ami mondjuk az összefogással történt. Az a casting, az a össze-vissza cselekvés, az egyik lejárat. Van olyan, az értelmiség, vagy a szavazók egy része előtt, ez lejáratta a pártot, ez megmutatkozott a választási eredményekben is. Van akinél, vagy vannak akiknél, más módon kell lejáratni a pártot. Erre alkalmas most Gulyás Márton meg is teszi ezt a szívességet. Szerintem, egy mondatot ehhez, okay. Csak kiegészítésképpen, hogy szerintem ami itt folyik, az, hogy van a baloldali értelmiségnek egy jelentős részében egy valóban nem politikai célzatú, hanem egy ideológiai vagy érzelmi felháborodás az ellen, hogy az ő értelmezésükben Pásztor Albert jelölése vagy Őrsi Mátyás szavai mit jelentenek. Szerintem emögött nem
olyan típus, tehát nem pártpolitika vagy hatalomtechnikai szempontok vannak, hanem az van, hogy ők ezt elfogadhatatlannak tartják a baloldalon. A gond az, szerintem ezzel az egésszel, hogy ez a felháborodás, ez valóban politikai akciók keretében valósítják meg, és nem látják azt, hogy a politikának nem az lesz a válasza, vagy nem az a természete, hogy ebből egy jobb útra tér majd a DK, vagy egy jobb útra tér az MSZP, hanem az lesz, hogy egyébként a teljes oldal járatódik le. Tehát szerintem a legfontosabb probléma az, hogy a baloldali értelmiség felismeri azt, hogy az ő abszolút jó szándékú és egyébként teljes mértékben támogatható gondolatai, hogy merre kéne menni a baloldalnak, az egyébként eredményképpen nem azt okozzák, hogy egy jobb irányba megy a baloldal, hanem az egész baloldalt, az egész társadalom leírja. Én ezeket leírja. Értem, de szerintem fontos kérdés az, hogy nézzük meg például az ellenpéldát. Ott van a békemenet. A békemenetet, hogyha mondjuk vesszük, bármelyik békemenet volt, majdnem minden utcasarkon át valamiféle provokatőr, aki ki akarta úrasztani a nyulat a bokorból. Egyetlen egyszer nem sikerült. Itt pedig egy Gulyás Márton, egy A4-es táblával tiltakozni lehet. Ebben azt hiszem egyetértünk. Verekedni, tehát az valaki provokatív dalokat ének, senki nem foglalkozott velük. Kit minősít az, hogyha neki mennek egy provokatőrnek? A provokatőrt minősíti, vagy azt, aki neki? Három vagy négy emberből, aki ott verekedett, abban nem kéne nagy következtetéseket levonni. Többen voltak, az időt láthatunk. A problémám, hogy az látszik, hogy lassan 10 éve, de 2010 után meg különösen, polgárháborút, éhséglázadásokat, cigány-magyar háborút vizionál a baloldal. Értelmiségi szinten is, publicisztikai szinten is, és most már politikai szinten is. És igenis azt ismerjük el, hogy a Gyurcsány az hiszterizálja, hergeli a sajátjait. És ebből baj lehet. Nem mondom azt, hogy olyan sokan vannak, de sokan lehetnek. És akkor, amikor felszólaltunk a Magyar Gárda ellen, akkor most nagyon keményen föl kell szólalni az ellen, ami a Gyurcsány pártban folyik. És nem megint csak holgálni. A Magyar Gárda az tetlegesen, már elnézést, vagy az új névem futó része, tetlegesen megfélemlíti kisfalvak lakóit, és mindenkit. Mert hogy verekedésről nincs nem, hír. De bántalmazásról nincs hír. Hát azért, itt meg konkrétan verekszenek. Bocsáss meg, azért egy pár embert, egy pár cigány embert megöltek. De nem a Gárda. Hát, hogy kiöltem meg, azt nem tudjuk, de egy ilyen előzmény után az, hogy masíroznak falvakban, hogy különböző rendezvényeken megjelennek, és ahogy megjelennek, az nem csak a cigányokban, de azt hiszem minden jóérzésű magyar emberben félelme, szorongás kelt, főleg mint azokban, ahogy a Gyurcsány féle pribékek is félelmet keltenek minden jóérzésre. Láttad azokat az arcokat? Borzalmas volt. Én nem tennék a kettő közé egy egyenlőséggel. Én igen, jó nagyot. De azért még van baloldali párt ezen kívül, amiről érdemes beszélni. Kunhalmi Ágnes például ott volt ezen a DK-s összejöltelen, de hát nem csak Kunhalmi Ágnesből áll a budapesti MSZP, hanem áll még Hiszékeny Dezsőből is, aki állítólag belekeveredett bizonyos milliókkal kapcsolatos önkormányzati ügyekbe. Hogy ez pontosan mi, azt nem feltétlenül látjuk még tisztán, de Fazekas Géza, a legfőbb ügyészség szóvivője már lehet, hogy többet tud, mint mi. Több ingatlan merült fel magában a nyomozásban, de Hiszékeny Dezső vonatkozásában kizárólag ezen üzlethelyiség bérleti jogával kapcsolatban kért 5 millió forintos előny megalapozott gyanúja okán kívánja kihallgatni az ügyészség, amennyiben erre lehetőséget kap. Bűncselekménnyel vádolnak, vagy terveznek vádolni, de nem követtem el semmilyen bűncselekményt. 58 évet megértem tisztességben, becsületben, anélkül, hogy bármilyen bűncselekményt elkövettem volna, illetve ilyennel vádoltak volna. Én egy katona családban nőttem fel, ahol nagyon fontos dolog volt a tisztesség, és az, hogy a saját becsületünket védjük. Engem most a becsületemben kívánnak megalázni. Nagy kérdés, hogy meg akarják-e alázni, vagy sem. Az is kérdés, hogy az ugye büntet-e, hogyha mondjuk ő nem fogadta el ezt a pénzt, vagy már nem jutott el hozzá pénz, de mondjuk maga a megegyezés esetleg megvolt. Hát azt gondolom, hogy itt a főügyész, vagy a főügyész szóvivője ismét szerepzavarban van, ugyanúgy, mint Gulyás Márton. Neki akkor kellett volna megítélésem szerint csak megszólalni, és kizárólag akkor, ha
itt vádemelés történik. Nem először kerül az ügyészség ilyen helyzetbe, hogy politikailag előretolt had állásként működik, és az sem véletlen, hogy a 13. kerületben, és annak egyik képviselőről van szó, ahol ugye a szocialisták meglehetősen erős álláspontot és helyzetet élveznek, tehát ott kell lesújtani, ahol erősek, ahol a pozícióik jók. Tehát én de azt gondolom, ez egy mérhetetlenül felelőtlen dolog volt. De végül is akkor, csak azzal kapcsolatban nyilatkozott meg, hogy kikérték Hiszékeny Dezsőnek a mentelmi jogát. Igen, de vajon miért? Tényleg ez a gond, hogy megint elkezdődött most éppen az önkormányzati kampány, és ilyen esetekben hirtelen mindig megjelenik az ügyészség, vagy a parlamenti képviselő, nem önkormányzati ember. Nyilván ez ilyenkor mindenkire kihat. Érdekes módon egyébként ugye Simon Gáborral utoljára április 6-án vagy 5-én hallottunk, tehát onnantól kezdve sem az ügyészség nem nyilatkozik, hirtelen a dolgok, különböző iratok nem szivárognak, tehát ez egyértelműen a kampánynak a része. De tegyük fel, hogy mondjuk valami történt. Egyébként ebben ugye a legérdekesebb az, hogy komolyan gondoljuk, hogy ma Magyarországon a legnagyobb bűn, amit elkövetett politikus, hogy volt 5 millió forint, amit kért, de nem kapott meg. Tehát amikor milliárdokról van szó naponta a médiában, hogy Tamás, most relativizáljuk a bűnöket? Nem, egyáltalán nem. Én a főügyészségnek... Tényleg ez volt az előző blogban is, hogy hát 2-3 ember verekedett. Most csak 5 millió forint, Tamás. Nem az 5 millió forint. Azt mondom, hogy a főügyészségnek ez a szerepzavara, amit a Péter mondott, hogy olyan ügyekben elindulnak, Pityáner ügyekben elindulnak nyomozások, és a valóban komoly bűntényekben nem. És ez nem relativizálása. Hát, jól figyeltem, azt mondta, több ingatlanról is szó volt. Ez az eset része egy valószínűleg komplexebb ügynek. Egyre annyit hallottunk, hogy nem vett át egy fillért sem. De miért előzi meg a bírói szakaszt? Miért állít valakit kihallgatás előtt is? Valakiről az, hogy bűnös. Kikérték a mentelmi jogát, erről van szó, nem? Ezért tartott sajtótájékoztatót. Ki fogja adni a parlament, és akkor onnan megy a dolog. Jó, miért van szükség ezekre a látványra, színpadi elemekre? A média megőrült, hogy nem mondanak semmit. Hát azért állt ki szerencsét, hogy elmondja, miért kérték ki a mentelmet. Hát a fazekas, akit itt azért gyalázol, mert tájékoztatta a sajtót. Hát már elnézést kérek, én is oda küldtem a munkatársamat, meg gondolom ti is. Hát kíváncsiak voltunk rá, hogy miért kérték ki a mentelmi jogot. Na arra válaszolt. Önmagában nem a média itt a felelős, az ügyészség, ne fordítsuk meg már a dolgot. Az ügyészség azt mondja, mint általában az esetek 99%-ában azt mondja, hogy folyamatban lévő ügyről nem adunk tájékoztatást. Itt vajon miért? Milyen tájékoztatást kaptál a folyamatban lévő ügyről? Hát elmondta, de ugyanazt hallottuk ott. Így van. Elmondta, ingatlan ügyek, 5 millió forint üzlethelyiség, fölsorolta a teljes vádiratot, még azelőtt, hogy ez megszületett volna. A gyanút sorolta föl, ami alapján elindult a vizsgálat, amiért ki kellett kérni a mentelmi jogát. Azt gondolom, erre sincs joga. Nincs joga. Ugyanúgy... Én meg azt gondolom, hogyha megkérdezik, válaszoljon csak. Hát pont ettől szenved az egész média. Hát ebből egyébként, hogy ebben a műsorban is többször már azzal vádoltátok az ügyészséget, hogy szivárogtat meg kézivezérléssel működik a kormány által. Ebből azt fakad, hogy egyszerűen nem lehet információhoz jutni a társadalmat rendkívüli módon érdeklő kérdésekben. Akárhányszor fordulunk hozzájuk, hivatalos tájékoztatást sem kapunk, nemhogy szivárogtatást. Na de Otto, a társadalomnak fontos dolgokról mondasz. Miért gátolta meg a kormány és mindenki, hogy például a trafikpályázatok nyilvánosak legyenek? Egészen mostanáig. Elhúzták majdnem egy évvel. Nem közérdek? Dehogy nem. Beszélünk róla? Nagyon is sokat. Nyilvánosságra engedték az iratokat? Nem. Vagy például miért nem kérdezi meg a média egyébként, akkor mondjuk a NAV-nak a vezetőjét, hogy hogyan áll például Rogán Antalnak a vagyonosodási vizsgálata. Hát de kérdezzem, hát menjen oda. Hát menjen oda, csak nem válaszol. Folyamatban levő ügyről nem adunk tájékoztatást. Érjünk vissza Hiszékeny Dezsőre. Én Tamással abban tökéletesen egyetértek, hogy ebben az országban az teljesen bevett szokás, hogyha valakinek van rá lehetősége, joga, hogy egy ingatlant bérbe adjon, az saját zsebbe pénzt kér. Ugye? Tehát ez egy olyan szituáció, amit nagyon is el tudunk képzelni, hogy így működik. Pártállástól függetlenül. És én azt gondolom, hogy igazából az ilyen kérdéseket elítélni ebben a társadalomban annak van joga, aki még soha nem adott és nem fogadott el pénzt azért, hogy különleges előnyökhöz jusson. Beleért a most nézze mindenki gyorsan magába.
És akkor utána állítsuk be a hangerőt, hogy hogyan beszélünk erről a kérdésről. Világos. Ugyanakkor azt is szeretném hozzátenni, hogy az, hogy ez így van, ahogy én most sejtetem, ez nem jó. És igenis mindent meg kell tenni azért, hogy minden ilyen esetben a lehető leggyorsabban kiderüljön az igazság, és aki a disznóságot elkövette, az vonja le belőle nem csak a büntetőjogi, hanem a politikai konzekvenciát is, ha teszem azt, országgyűlési képviselőről beszélünk. Ez mindegy. Azt gondolom, teljes, és ne beszéljen nekem Hiszékeny Dezső becsületről meg. A becsületét meg fogja védeni, és vissza fogja kapni, ha kiderül, hogy ő semmit nem csinált. Hát ez azért nem így van, mert ez elég sokszor előfordult ugye különböző, főleg szocialista politikusokról, hogy a bíróság után úgy döntött, hogy nem csinált semmit, de a becsületét ezzel nem kapja és vissza. Az is mert éve, mert éve, hogy jelen volt a disznóság. Az, tehát, az hogy is. Azért arra ne felejtkezzünk el, hogy, hogy mind a kettő, van, de van itt egy tényállás, hogy mi van akkor, ha van disznóság. Csak nézzük meg az arányokat, Gábor. Ne rögtön arra mutogassunk, hogy itt kézivezérlés, és az a feladata a kézivezérelt akárminek, hogy rámutasson, hogy van disznóság, nem mi van, ha van disznóság. Értem, Gábor, csak nézzük meg az arányokat. Nagyon is előfordulhat, hogy van disznóság. Az volt a feladata, hogy az elszámoltatásért felelős, vagy Papcsák Ferenc az előző ciklusban. Érdemes megnézni, ha még működik a honlapjuk, volt egy külön honlapjuk, ahol felsorolták, hogy hány és hány ügyben gondolják azt, hogy disznóság történt. Ott majdnem 1000 ügy volt. Utána ebből körülbelül 200-ban megpróbálták elindítani az eljárást, és a végén lett, ha jól emlékszem, talán két olyan ügy, amiben valóban ítélet született, és ez az ítélet ez olyan volt, hogy valóban elkövette az adott illető azt a disznóságot, hogy ti fogalmaztatok, amit elkövetett. Tehát hogy a gond az, hogy ezeket politikai célokra használják, és nem, nem az Otto által megfogalmazott igazság, vagy az Otto által megfogalmazott, hogy legyen itt egy jobb társadalom irányában mennek, hanem arra, hogy lejárassák a másik szereplőt. Lehet egy kicsit olyan tekintetben tovább menni, hogy ugye itt már többször megvívtátok Ottóval például ezt a csörtét, ahol Otto sokszor elmondja, hogy igen, bizonyítottság hiányában nem tudtak emberekre terhelő mondatokat mondani. Szerencsétlen, nem tudja összeszedni a bizonyítékokat. Rossz vádat emel az ügyészség, a bíró nem tud vele mit kezdeni. Ráadásul a bíró politikailag elfogult, és húzza, nyúzza az ügyeket, még aztán semmi nem lesz belőle. De most Otto, ki a kézi vezérel, és melyik párt vezérli őket kézzel? Bocsánat, én csak arra akartam rá jól mondanom, mindenki úgy érzi, hogy a bíróságok tele van komcsi bíróval, és azért nem hoznak normális tisztességes ítéleteket. Ti azt mondjátok az ügyészségről, hogy azok fideszesek. Na de nem, de hát a szegény szerint rendőrök meg állnak ott a kettő között is, mint a pingponglabda pattognak ide-oda. Ezek szerint Otto, ha komolyan veszük azt, amit mondasz, az egész Magyarország egy rejtett komcsi tábor, ami a leleplezések eltusolására szövetkezett. Nem állsz vesz az igazságtól, amikor ilyen mondasz. Na, akkor hadd mondjam, bocsánat. Ne haragudj, Péter, csak A politikai befolyásolás, időzítés, kampányeszköz. Ez a három kulcs szó vagy kulcsmondat hangzott el. Emlékezzünk vissza 2010-re. Újbuda akkori polgármesterét, a Molnár Gyulát, a választások előtt egy nappal vitték el Bilincsbe. Kiszavazott volna ezek után rá, és még így is majdnem nyert. Könyörgöm, 4 év után kiderült... Szabaddal ütöd a másikat. Nem ütöm, négy év után... A baloldali tábort egyszerűen ez nem érdekli. Természetes jelenségnek veszi. Anélkül, ennélkül... Ügyes voltál, Gyula. Nem igaz, de 4 év után kiderült, hogy a pasas ártatlan. Ártatlanul hurcolták meg, ártatlanul tették tönkre az életét. Nem sikerült rábizonyítani azt, amivel vádolták. Hadd tegyem fel azt a kérdést, amit 5 perce felszerettem volna tenni. Meg mondjuk hozzunk egy ellenpéldát, Honvad Györgyöt, akit ugye jogerősen is elítéltek, és mégis rajonganak érte bizonyos kerületekben. Na mindegy, viszont... Bárhegyi Attilát, viszont, aki kapja a kormány. Mi van abban az esetben, hogyha a disznóság, ahogy Gábor fogalmazott, jelen van. Tudjuk, hogy van, eltűnt pénz, panamáztak ingatlanokkal, stb. De valamiért mégsem lehet bebizonyítani a bűnténynek a jelenlétét. Ez nem egy jogi hiátus? Nem egy olyan jelenség, ami egy ilyen sötét folt a jogrendszerben? Ez egy civilizációs kérdés, hogy vannak okos gonosztevők. Tehát, hogy a jognak korlátozott ereje, bizonyítási eljárás a jog keretein belül az egy komoly dolog. Tehát ott tényleg van ártatlanság védelme, a bizonyítási eljárásnak vannak különböző formai és egyéb feltételei, és vannak okos gonosztevők, akik ki tudják játszani a törvényeket. A politikusok felelőssége azért nagyobb az ő morális számon kérhetőségük is, mert azt lehet mondani, hogy az ő disznóságuk, ha már használtuk ezt a szót ennyiszer, jobban látszik. És ők azok, akik képviselnek minket. Ezért
én azt gondolom, hogy sokkal szigorúbban kell eljárni a törvényeknek és a jogkövető magatartás szembesítésének a politikusokkal szemben. Ezért ez egy kiemelten fontos kérdés, hát, szerintem. Biztos, hogy a politikusok példát mutatnak, vagy példát kellene mutatnak. Példát mutatnak jobban, tehát a disznóságukban is példát mutatnak, mert ha ők megtehetik 5 millió, 10 millió, 200 millió, kislakás, nagylakás, akármi, akkor mindenki felhatalmazva érzi magát, teljesen jogosan. Ha ő megcsinálhatja, akkor én miért nem lophatok el a mondjuk az önkormányzat kasszájából 50 ezer forintot? Igen. Szerintem, bocsánat, válaszolva az Ottó. Feloldozást ad az embereknek, ez a baj. Válaszolva, amit Ottó mondott, hogy ugye az jobboldali szavazók azt érzik, hogy itt kommunista bírók vannak, a baloldali szavazók azt hiszi, hogy itt jobboldali ügyészség van. Szerintem erre igazából akkor lenne egy társadalmi megnyugvás, ha egyébként baloldali kormányok alatt nyugodtan elítélhetnének baloldali politikusokat, hogyha korruptak, és jobboldali kormányok alatt elítélhetnének jobboldali politikusokat. Nemrégiben volt egy ilyen kimutatás, egy térkép arról, hogy az Európai Unió 28 országából Magyarország azon kevés egyike, ahol nincsen vezető, magas szintű politikus, meg sosem ült börtönben. És az, hogy valaki... Milyen hiányérzetünk? Igen, tehát, hogy igen, igen, mert az, hogy Svédországban vagy bárhol börtönben egy magas szintű politikus, az nem azt mutatja, hogy Svédország korruptabb, nyilván senki nem gondolja, hanem azt mutatja, hogy működik az ügyészség is, meg működik a bíróság is. Tehát szerintem azért van itt hiányérzet, mert nem történt az meg, hogy egyébként pártfüggetlenül azt lássuk, hogy az Orbán kormány, amikor lát korrupciót maga körül, akkor ugyanúgy fellép az ügyészség és a bíróság, és hagyja, hogy ez működjön, ahogy egyébként a baloldali kormányok alatt is ez történt. És akkor azt hogy magyarázod, Tamás, hogy mondjuk 2010 előtti ügyeket, például szociálista ügyeket próbál felderíteni, elindulnak ügyek, akár kormányindítatásra, vagy Fidesz indítatásra, és mégsem ül senki börtönben. Holott az ügyek léteznek? Levente, ne feledd el például a Sukorov ügy. Nem a Fidesz kormány alatt pattan, így van, nem a Fidesz kormány alatt pattan ki, hanem 2008-ban, 9-ben. Hagyó Miklós, ugye? Az is akkor. Tehát azért látszik valami, amit Tamás érvelés. Azt mondta, hogy hős valamelyik filmben, most elnézést, hogy nem tudom fölidézni melyikben, hogyha nekünk rendőrt játszott, ha nekünk be kell tartani a hülye szabályokat, amit a bűnözőknek egyáltalán nem, akkor eleve vesztésre vagyunk ítélve. Ez Bruce Willis volt. No. Csak hogy klasszikusokat idézünk. Na de hogy ha már itt filmhősökről beszélünk, akkor elnézést, nem akarok ilyen rossz indulatú hasonlatot, de akkor térjünk át a Mazsihisz és a budapesti zsidó hitközségnek a szövevényes dolgaira, mert hogy hát érdekes idők járnak arrafelé. Mostanában érdekes figurákkal Heizler András, a Magyarországi Zsidó Hitközség Szövetségének elnöke is beszélt erről is például. Egy olyan hűbérrendszer került kiépítésre, hűbéresi rendszer került kiépítésre, ahol aztán mindenki az ügyvezető igazgatótól függött, volt, aki anyagilag, volt, aki erkölcsileg, volt, aki lekötelezettje volt. Ez egy nagyon rossz gyakorlat, úgy gondolom, egy demokratikus szervezeten belül, és én most azt látom, hogy a Dávid hasonló eszközökkel próbál magának híveket szerezni. Ez már ugye eleve sok kérdést vet fel. Dávid ugye az a Svezov Dávid, akit, ha jól emlékszem, transvesztitaként is meg lehetett csodálni, illetve talán még katolikus kántor is volt, hogyha jól emlékszem. És ezzel kapcsolatban egyébként pont Heizler azt mondta, hogy hát hogy ezzel a múlttal önmagában nincs semmi gond. A gond azzal van, hogy ő ezt elhallgatta. Világos. Egyébként, semmi gond, mondjuk egy hitéleti vezetőnek az ilyen jellegű múltjával? Nem hitéleti vezetőről van szó, ezt tisztázzuk. Hát a világi részről. Világi vezetőről, vagy világi gazdasági vezetőről lett volna szó. De mégiscsak egy hitközségről van szó. Egy hitközségnek a gazdaság igazgatójáról. Na most itt arról beszélt egyébként Heizler András, hogy az elmúlt 20 évben, vagy több mint 20 évben hogyan irányították a Mazsihiszt, milyen rendszer működött benn, amiről egyébként évek óta cikkezett például a Szombat című hetilap, megírván azt, hogy milyen visszaélések vannak, mit tudom, a temető működtetésében, a szociális rendszerben, stb. Ez most egy új elnökkel, Heizler Andrással megszűnt, illetve egy nagy rendrakás, átvilágítás, és remélem, hogy megújulás követi ezt. Bebe került bele
Nagyon érdekes módon egyébként ez a teljesen ismeretlen fiatalember, aki egyébként állítólag 6 nyelven beszél, mit tudom én, milyen egyetemeken végzett. Lehet, hogy számukra ismeretlen, de a budapesti zsidó hitközségben... Ott is ismeretlen, ott is ismeretlen volt. Rá én megkérdeztem sokan. Több embert, amikor, hogy ki ez, akit ilyen posztra akarnak emelni. És ahogy András mondta... De az, hogy egy ismeretlen embert emelnek ilyen posztra? Azért, mert, ahogy Eszler András mondta, itt különböző klikharcok, tehát itt ilyen parciális részérdekek mentén csaptak össze a különböző küldöttek, és hát a munkásőr helyett lehetett választani a transvestita és a börtönviselt bankvezér között, ha jól értem. Hát azért ez nem a munkásőr az ugye 89 előtt volt munkásőr, és valóban de egyiket színházi titkán volt. De hát alig várták, hogy meg tudjanak szabadulni tőle. Így igaz. Ezt aki ugyanolyan. Én azt gondolom egyébként, hogy a mazsihisz, az tulajdonképpen egy, tehát ez a vita, ami folyik a vezetői kérdésről, ez egy hatalmi kérdés. Tehát a mazsihisz egy hatalmi intézmény, akinek szava van a magyar közéletben, és nekem, én nem ismerem ezeket a belső ügyeket, de hogy beszéltetek róla, nagyon hasonlít Gyurcsány feltűnéséhez, ennek a Dávidnak a feltűnése. Mindenről, mint a Móriczka, mindenről a Gyurcsány jut az eszetekbe. Itt meg is állnék a hasonlatban, csupán azt akarom mondani, hogy, hogy ki lesz vezető, az egy hatalomtechnikai kérdés. És a bejátszott interjú arról szólt, hogy hűbéri rendszer van, ügyes mahinációkkal megnyerni bizonyos tagoknak a támogatását, hát így működik a hatalom. És azt gondolom, hogy amikor Gyurcsány tizenakárhány évvel ezelőtt feltűnt a politikában, és a szocialistákon belül sikerült tulajdonképpen eljutni egészen a miniszterelnöki poszthoz, tulajdonképpen hasonló játék történt. Tehát én nem fordulnék morális és egyéb kérdésekkel egy ilyen ügyhöz, azt mondanám, ez egy hatalmi játék. Itt az fog győzni, aki erősebb és ügyesebb lesz. A hasonlóságot én abban látom, hogy nyilván mindenütt, minden szervezet, minden politika így működik. A kérdés az, hogy hát talán kivéve a bázisdemokraták, ahol két napig értekeznek a napi rendi pont elfogadásában. Igen, de ez nem is működik, azt gondolom. A kérdés az, hogy erről beszélsz nyilvánosan, vagy nem beszélsz nyilvánosan. Ez egy jó kérdés. Vajon miért beszélik ki ezeket az ügyeket? Ez nekem mindig egy nagy kérdés volt, hogy azt hiszük, vagy az a képzet van ilyenkor, hogy mondjuk a katolikus egyháztól a Fideszen át a Jobbikon keresztül egyébként nem ugyanilyen hatalmi mahinációk lennének. Nyilván ezek vannak, valaki vezető szeretne lenni. Szerintem ezzel nem is lepődik meg senkit, inkább a személyeknek a kérdés nekem mindig az, hogy bizonyos szervezetek miért kezdenek erről nyilvánosan beszélni, ami mert az ő belügyük. Mert válságban vannak. Azért, mert van valamilyen természetű válság. Vannak olyan szervezetek, amelyek el tudják élni, hogy a válságot, vagy a belső hatalmi harcokat elfedjék, és ne kerüljön napvilágra. Ez Tamásnak ebben teljesen igaza van. Ez szervezeti kultúra kérdése. Meggyengítheti azt a szervezetet ez, de biztos mások előtt pedig azt mondja, hogy ha ez mindenki számára követhető, és látható, hogy itt milyen küzdelmek vannak, akkor tehet is valami. Vagy az is lehet, hogy ez egy hatalmi érv. Például nyilvánosságra hozni a belső harcokat, az lehet egy hatalmi eszköz a vezetői tisztséget folytatott küzdelemben. Beszélnénk az ügyvezető igazgatói posztok változásáról abban az esetben, hogyha nem ez a két ember lenne, nem egy, ahogy Otto mondta, nem egy börtönviselt bankár, és nem egy beszélnénk? Azért beszélnénk, mert nem szabad elfeledkezni arról, hogy a dolog előbbre datálódik, és mélyebb. Ugyanis ott kezdődött el a vezetői válság a mazsihiszen belül, amikor volt egy olyan vezető, aki megpróbált legalábbis közeledőbb, engedékenyebb viszonyt ápolni a jelenlegi kormánnyal. Abban a percben eltakarították a mazsihisz széléről, és beindult ez a folyamat, aminek most látjuk egy állomását, amikor is keresik a helyüket hatalomtechnikai eszközökkel azok, akik viszont egy meglehetősen konfrontatív politikát akarnak ezzel a kormánnyal szemben tanúsítani. És ne feledkezzünk el arról, hogy van a magyarországi zsidóságnak egy jókora hányada, amelyik ezekkel egyáltalán nem ért egyet. Tehát a mazsihisz még abban a helyzetben is lavírozhatja magát, hogy nem csak elméletben nem lesz a teljes magyarországi zsidóság képviselője, hanem a gyakorlatban sem. Nem fogják elfogadni azok a zsidók, akik szeretnének normálisan, úgy, ahogy egyébként lehetőség van ebben az országban,
élni, alkotni, felvirágoztatni a zsidó kultúrát, és csinálni azt, ami a dolguk. Mert ezek között a körülmények között lassan nem lehet majd. Könnyen lehet, hogy a szervezeten belüli válság alternatív intézmények megerősödéséhez fog vezetni. De folyamatban is van. Igen, de egyelőre még azért még a hivatalosság látszata a mazsihiszt védik. Igen, vagy hogy optimistán próbáljuk meg ezt a műsort befejezni, egy ismerősöm írta azt, hogy mennyire toleráns ez az ország, ahol a zsidó hitközségnek, vagy az zsidó közösségnek az egyik vezetője katolikus lehet, a szélső jobboldali Jobbiknak pedig a polgármestere jelöltje zsidó lehet, tehát hogy igazából semmilyen gond nincsen itt. Örüljünk a sokszínűségnek, és hogy mindenki befogadó. Örüljünk ennek, ez egy gyönyörű végszó volt, köszönöm Tamás, meg örüljünk a nyárnak. Remélem, hogy élvezni fogják, remélem, hogy a Hír TV-t sokat fogják majd nézni, de a következő egy hónapban Csörte nem lesz, legközelebb augusztus 21-én jelentkezünk, az egy csütörtöki nap lesz szintén. Kellemes nyarat kívánok Önöknek, viszontlátásra!